Lilla Palzsik részletesen beszélt a második terhességéről és arról, hogy mit érezte az elsőhez képest. Azt mondta nekem, amikor bejelentették, mennyire szerzett súlyt, hogyan táplált, és azt is javasolta, hogy ha harmadik gyermeket akarnak. Lilla Palács és férje, Tamás Visváder márciusban bejelentette, hogy második gyermekük hamarosan megérkezik, akit Abelnek hívnak. A fiatal pár nagyon várja, hogy a kezükben tartsák a babáját, aki az orvosok szerint augusztus 20-án érkezik. Nagyon szeretnék olyan gyorsan megérkezni, mint Noé. 7 óra körül indult, és 11 órakor született, ilyen óra volt minden. Testvéri kapcsolat szoros köztük, mondta a hivatalos YouTube csatornájukon egy kérdésre és válaszra. Megosztott néhány információt a súlyáról és táplálkozásáról. Nem figyeltem arra, amit Noával vagy Abelrel eszem, és nem figyeltem a súlyomra. Most 36 hetes, 66 font és körülbelül 56 év van, tehát 10 fontot néztem. Gondoskodtam arról, hogy 3 óránként eszem. Az első negyed évben, ha nem enni 3 óránként, annyira rossz voltam, hogy beteg voltam, mondta a terhes anya, és hozzátette, hogy a terhesség nehezebb, mint az első. Van Noah, gondoskodnod kell róla, csak beléptem a hisztérikus korszakba, tehát én is kezelnem kell. Sokkal stresszesebb vagyok, de megpróbálok nyugodtan maradni, amikor csak tudok. Amikor az időm ad nekem, megpróbálok jógát csinálni, meditálva, nagyon jó, említette Lilla, aztán azt mondta, hogy az Aube korábban érezte a rúgásokat. A harmadik gyermek is beszélt, amelyre őszintén válaszolt. Úgy érzem magam, mint egy fiú-fiú, nem tudtam volna elképzelni egy kislányt magunknak, de ki tudja. Talán a harmadik mondta, de azt mondta, hogy a következő 6-8 évben nem akar egy harmadik babát.